9. alkalommal invitálták meg a székesfehérváriakat a Fekete egy szárazréti közösségi ház gasztroudvarának immár hagyományos rendezvényére, a Borsó Fesztiválra. A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület találkozójára kreatív ötletekkel érkeztek a csapatok, meg annyi zöld borsós étel különlegesség rotyogott a bográcsokban, rekordszámú csapat versenyzett egymással a külön díjakért és az értékes nyereményekért. Nagyon jó hangulat van, hangulattal kezdődik. A zöld borsó szinte mindenki szereti, kevés ember, aki nem szereti. Most van a szezonja, jó idő is volt rá, és mindenféle borsóból készült étel fog itt ma elkészülni a bográcsokba. A konyha hétköznapi mesterei természetesen ezúttal is elszakadtak a mindennapi zöldborsó főzeléktől és levestől, idén is a különleges, egyedi receptek alapján készültek az étkek, megerősítve, hogy ismét közösségben találkozhatnak a gasztronómia barátaival, az elkészült finomságokat pedig idén is szakavatott profi zsűri bírálta el. Nekem ez egy különleges dolog tényleg, mert borsós ételeket még soha nem zsűriztem, úgyhogy... Ez a felkészülés, ez egy izgalmas dolog, mert én beszéltem a szervezőkkel, hogy eddig milyen ételek készültek, és engem teljesen lenyűgözött, hogy a borsóról azt gondoljuk ugye, hogy levest meg főzeléket lehet belőle készíteni, vagy maximum még mondjuk egy rizibizit. De itt, amint hallottam, itt valami egészen extra dolgok készülnek. A nemes versengésben idén is mindenki győztesnek vallhatta magát, a nap különlegességei pedig természetesen ezúttal is a gyermekes szülőket megszólító programok voltak.